Alázatosan kérünk téged, üld le szent lelked malasztját, és áld meg ezen bölcsőre alapkövének letételét. A Jóisten áldását kérték Máté Szalkán a Móricz Zsigmond utcán épülő új görög katolikus bölcsöde leendő épületénél. Az intézmény teljesen akadálymentes lesz. 48 gyermeknek és családjuknak kíván oltalmat, biztonságot és olyan hátteret biztosítani, ami a világ nehézségei között vigasztalást és jobb lehetőséget teremt, hangzott el a rendezvényen. Az épület kívülről egy bárkát szimbolizál. Noé bárkája nagyon közel áll a gyermekeknek a szívéhez, tele van állattal, ez mindig olyan izgalmas, de természetesen nagyon fontos teológiai mondani valója is van a bárkának, hiszen a bárka, Noé bárkája az egyháznak az ószövetségi előképe. Ugye, akik a bárkában voltak, ők megmenekültek a viharoktól, ők túlélték igazából az özönvizet. Akik az egyháznak a bárkáján belül vannak, ugye egyébként az egyházban is ezért hívjuk hajónak azt a részt, ahol a hívek imádkoznak, akik az egyháznak a bárkáján belül vannak, őket is érik viharok, mert mindannyiunknak megvannak a gondjaink, a bajaink, de mégiscsak védelmet találhatunk az egyháznak a berkein belül. És ezt a gondolatot akartuk továbbvinni a bölcsődéknek a tervezésénél is, amire találtunk egy nagyszerű tervezőt, aki fogékony volt erre, és aztán utána külön örömünkre szolgált, hogy a kivitelezők is nagyon jónak találták az ötletet, és nagyon szépen halad a gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezt egyre jobban megmutatni, és bízunk benne, hogy amikor majd elkészül, akkor igazán egyedi, impozáns, egy nagyon különleges arculatot fog majd tükrözni ez a bölcsőde is, és természetesen a többi is, hiszen ha már arculatról beszélünk, akkor minden bölcsőbe ezt az arculatot tovább visszük, tehát minden bölcsőde a Noé bárkájának az alapmotívumára fog épülni. Bár a falak már állnak, az orosz-ukrán háború kitörése miatt a mostani halasztott időpontban helyezték el az épület alapkövét. A munkaerő toborzás is elkezdődött már. Máté Szalkán ezt egy szakirányú képzés is segíti majd, hiszen évvégére 13-15 munkavállalónak kínál állás lehetőséget az egyházi intézmény. Szeptembertől indul a Nyíregyházi Egyetem képzésében, itt helyben Máté Szalkán a csecsemő és kisgyermekgondozó képzés, felsőfokú képzés, egyetemi képzés nyújt, és ez nagyon nagy lehetőség, hiszen ez az itt folyó, helyben folyó képzés biztosítja azt majd, hogy megfelelő számú, megfelelő minőségi, színvonalú szakemberek tudjanak dolgozni ebben az intézményben. Én azt gondolom, hogy a görögkatolikus egyház és a nyíregyházi egyházmegye nevelési színvonala önmagáért beszél, hiszen városunkban már két intézményt is működtet, az egyik egy általános iskola, a másik pedig egy óvoda, és mi látjuk, hogy igen, magas minőségi munkát végeznek, és biztosak vagyunk benne, hogy ebben a bölcsődében is olyan nevelés fog folyni, ahová a szülők nagy megnyugvással, bizalommal adhatják majd gyerekeiket. A görögkatolikus egyház jelenleg 5 megyei településen építi ilyen bölcsödét. A Máté Szalkai mellett Máriapócson, Nyírbátorban, Fehérgyarmaton és Vásárosnaményban. A Máté Szalkai intézményben leghamarabb jövő szeptemberben várják a gyerekeket.